21. fejezet. Ali kezei hosszúk. Míg lassan egykedvűen folydogált medrében a szőke Duna, jobbról-balról mellette rohamosan nőtt a két város. Már be se lehetett látni vége hosszát a tündér panorámával meghízlalt szemnek a Schwab-hegyről. És amint a város nagyobbodott, úgy emelkedett az ország is anyagiakban és szellemiekben. Meg négyszereződtek az olvasók, tehát a lapok is. 10-12 nagy politikai lap szolgálja a különböző párt árnyalatokat. Még az asszonyoknak is külön pletykalapjuk van a fővárosi lapok. Az egyetlen naponként megjelenő szép irodalmi lap egész Európában. Vadnai Károly szerkeszti nagy gonddal, kiesztergályozva az újdonságokat csípősökre. Még a tegnapi hír is érdekessé válik, színező, okos, és nem bátortalan tolla alatt. A lap kitűnően megy, és ez Jókait arra buzdítja, hogy feltámassza régi szép irodalmi lapját, az életképeket, és ennek a vicce szerkesztését a szeretetre méltó népszerű Törzs Kálmánra bízza. De bár két ilyen lapot nem bír meg a közönség, mégis haszonnal jár a verseny. Egyrészt, mert Jókait nagyobb munkásságra serkenti, sok apró novellát ír bele, és egy külön regényt, a Szép Mikhált. Másrészt, mert írókat nevel. Különösen a veres ember Vadnai nagy ebben. Éles szeme kikaparja a tehetségeket. Rosszul fizeti őket, sorját két krajcárjával, de bíztatja. Az életképek ellenben gavallérlap jól fizet, de nem törődik az írókkal, nem bírálja, nem nyesegeti, nem levelezik velük, és nem nagyon válogatja. Hiszen végre is igaza van, egy Jókai lapnál csak Jókai kézirata számít, a többi úgyis töltelék. A vasárnapi újság tartja a régi tekintélyét, és Nagy Miklós is fáradhatatlan az írók fölhajszolásában, utánuk jár, sürgeti őket. Azért mondják, hogy a lábával szerkeszt. Negyedik számot tevő lap a Magyarország és a nagyvilág volt, melyet Ágai Adolf szerkesztett. Ki ide és Élc lapjához, a Borsszem Jankóhoz, melynél, hogy jobb Élc lapot találjunk, egész Londonig mehetünk. Szintén egy egész csoport írót toboroz össze. Nem is említve a többi fölbukkanó és eltűnő szépirodalmi lapokat. Csodálatos, hogy ilyeneknek megalapítására mindig akadt vállalkozó. Már e négy lap körül is annyi író támad, hogy most nem egy pilvax asztal kellett, mint Hajdanában, hanem külön írói kaszinó, mely az Újvilág utcai Ilkei ház első emeletén nyílt meg. Az öregebb tekintélyes írók nem jártak ide. Ez csak a fiatalok ordító tanyája volt. A nevesebb írók hivatalokban ültek, vagy mint országgyűlési képviselők szerepeltek. Az írói körben Komócsi József, az örökké fiatal Lauka Gusztáv, és a jó humorú Balázs Sándor vitték a hangot. Aki dolgozni akart, jól megélt, volt hová elhelyezni a kéziratokat. Nem kellett velük házalni, mint régente. Megfordult a világ, szerkesztők kezdtek járni a tehetséges írók után. De amilyen arányban több lett a kendermag, éppen annyira elégteleneknek látszott az eszközök a dicsőség utáni szomj kielégítésére. Az akadémiában nem juthatott be minden ember, de ebben még találhatott vigasztalást, hogy nem minden ember kálvinista és unalmas. Ám a kisfaludi társaság tagjainak száma is meg volt kötve. Pedig az író is szeretne valami címet nyomtatni a névjegyére, hiszen ő is magyar ember. Kétségtelen sokat emelkedett az ország, de még többet emelkedtek rangban a lakosai. Általános volt a rangemelés. A képviselők nagyságosak lettek, az elnökök méltóságosak.
A miniszterek fölvették a kegyelmes címet. A levegőben volt ez. Még a lelketlen tárgyak is emelésért csóvárogtak. A kávémérésből kávécsarnok lett, a borbélyműhelyből fodrászterem, s meg volt írva a végzet könyvében, hogy a főváros is előlép egy napon, és székes főváros lesz belőle, hogy a kolozsvári egyetemi tanárok a nagyságos címért fognak folyamodni, és a szolgabíró segédek nem bánják a kis fizetést, hanem a segéd szó elhagyását követelik. Így viszonyok közt főzte ki a furfangos Laukai és társai, hogy még egy harmadik irodalmi társaságot kellene alapítani, mert ha a hangyák nem férnek el egy zsombékban, még egy zsombékot túrnak maguknak. És így keletkezett a Petőfi Társaság eszméje. Balázs Sándor, Szana Tamás, Hatala Péter, Névi és Komócsi buzgolkodtak ebben Laukán kívül. Közölték tervüket Jókaival, és ő vállalkozott az elnökségre. A társaság megkezdte működését 1876-ban, és a két név, Jókai és Petőfié, megint összeölelkezve jelent meg a nyilvánosság előtt. Jókai sokszor olvasott itt fel ezután Petőfiről szóló visszaemlékezéseket, és a társaság az ős alapítók buzgolkodása folytán szemlátomást erősödött. Úgyhogy a régi kisfaludi társaság azóta rendszerint innen válogatja tagjait, s a Petőfi Társaság úgy tűnik fel a laikus előtt, mint a halhatatlanság előszobája. Ez az esztendő gazdag eseményekben Jókaira nézve. Tavaszkor utat tett családjával Olaszországban adatokat gyűjteni Egy az Isten című regényéhez. Elment egész Rómáig, és úti rajzait Utazás a harangokkal címen az életképekben közölte. Függetlenségi barátai rossz néven vették, hogy az útjában nem látogatta meg Kossuthot, mire egy ötlettel vágta ki magát, nem hagyhattam el a hegedűmet. Ami célzás volt arra a hírlapi hírre, hogy egy odatévedt cigánybandának, amely kihallgatást kért, azt izente volna Kossuth, hogy szívesen látja őket, de a hegedűiket ne hozzák el. Jókai nagy tisztelője volt Kossuthnak, de a konkoly hintő emberek elhitették vele, hogy Kossuth ellenszenvet érez iránta. Ebből a balhitéből csak a Kossuth halála alkalmával szabadult meg. Azt a hitet merítvén bizonyos jelekből, hogy a nagy ember őt, mint írót magasra értékelte. Az olaszországi út jót tett neki, úgyhogy megint visszatérhetett a régi koszthoz, s a jól fűtött kazán jó kazán a fokozott munkához is. Csak az imént fejezte be az élet komédiásait a Szép Mikhált, s mintegy 25-30 beszéd szanaszét a négy lapjában, és már is belekezdett az Egy az Istenbe, melynek nagy részét a Svábhegyen írt a kedves zöld fáj és virágai között. És bizony kicsiny híja, hogy már az Egy az Isten címlapjára nem így került a neve, írta Báró Jókai Mór. A király ugyanis a Szent István rend kis keresztjével tüntette ki. És ekkor még a bárói rang járt e keresztel, ha kívánta a rend tulajdonosa. Egy darabig oda is biggyeztették a lapok jó akaratú előlegül a B betűt neve elé, sőt a Milton előadásakor a színpadra felhozott koszorú Báró Jókai Mórnak szólt, de Jókai nem kérte a báróságot, ami furcsa is lett volna. E rendjel alapjában jelentéktelen ahhoz a pozícióhoz képest, amelyet Jókai Magyarországon elfoglalt,
Egy-egy fő ispán szokta megkapni 10 évi csibukozásért a megyeházán, de a királynak más metódusa van az emberi tulajdonságok és foglalkozások megítélésében és jelzésében. Itt Shakespeare is képviselősem lévén csak a Ferenc József rend kis keresztjét kaphatná. Ebből a szempontból ítélve a dolgot, e kitüntetés bizonyos előnyomulását jelentette az írói foglalkozás jelentőségének arról a helyről, ahol a tollak közül azt a kakastollat tartják a legtöbbre, mely a generálisok kalapján van. Annál inkább jelentette ezt, mert Arany János szintén ezt a rendet kapta, és ezt fogja megkapni, ha egy kicsit jobban megöregszik, a Jókai kritikusa Gyulai Pál is. A Svábhegyen Jókai sokkal korábban kelt, mint a városban. Ha szép idő volt, már reggel 4 órakor künt sétált hálóköntösben, nagy szalmakalapjában, kampos botjával, a szőlőlugasban, melyre a szeszélyesen kúszó indákat maga kötözte fel. Ha a járkálást megunta, miközben nyesegetett, gyomlált, megpihent a lugas közepén levő gyeppadon, és elindítá álmait az ünnepies reggeli csöndességben. Minden fa súgott neki valamit. A kukacok, pondrók, gyíkok, hernyók, muslincák, mind szóltak ő hozzá. A varangyos békáról eszébe jutott egy csúf öreg banya, keringőző lepkéről, hogy volt annak egy szép leánya. A csigáról, hogy elment azt megkéretni egy ezüst páncélruhás királyfi, amint megy mendegél, találkozik egy óriással, mármint ő vele, akinek olyan kampos bot vala a kezében, hogy egy egész napi út elejétől végéig. Így keverednek mesékké, szemébe falevelek, virágszirmokkal, összeboruló ágak, csúszómászó állatok a röpülőkkel. Legjobban a körtefáit szerette, ezeket többször nézegette végig naponként. Diófái is voltak, mint Kisfaludi Sándornak Badacsonyban. Kiválasztott kedvence, mégis a gránátalma piros virágaival. Ezt órákig elnézte, és irigyelte a méhet, mi a virágkehelyben kedvére hempereket. Reggeli után a dolgozó szobájába vonult, melynek ablakai kívülről örökzölddel voltak benőve. Itt dolgozott délig. Ha nem ment az írás, az egyik kis asztalon rendesen ott heverte a francia kártya. Közbe-közbe passziánszozott egy kicsit. Ez volt a fölfrissülés. Itt készült Egy az Isten 1876-ban, és ezzel egyidejűleg írta pihenésből a Vaskezű című drámát Erzsébet királynéről, Robert király feleségéről, kinek kezét Zács Felicián vágta le, és annak helyébe vaskezet csináltatott neki a király. Ennek a darabnak az első kész felvonása elveszett a költő asztaláról. Keresték, mint a tűt, de egyetlen lapot se találtak meg belőle soha. Megfoghatatlan volt, miként tűnhetett el, s Jókai bosszúságában nem folytatta tovább. Déli halangszókor nyálspolgáriasan megkövetelte az ebédet, a munka már akadozott, várta, hogy a tálalást jönnek jelenteni, és ilyenkor rendszerint megkérdezte, lesz-e ma kapros túrós lepény? Ez volt a kedvenc tésztája. És majd mindig volt ilyen a kredencben a Jókai háznál, ahol Szigligeti szerint a kutyák is bifszteket ettek. Délután lepihent egy kicsit, s megint bezárkózott dolgozni esti szürkületig, vagy olvasott végig fekve a verandán levő szalma ágyon. A rózsák közt is volt egy ilyen fekvőhelye. Esti szürkületkor végigjárta még egyszer a kertet, aztán kiült a verandára, és onnan nézte az alantnyüzsgő zsongó lélegző nagyvárost, hogy apránként elnyeli a szürkeség, amely folyvást barnább-barnább. Míg végre kezdenek kigyúlni a gázlángok, egyik csillag a másik után,
Fent is, alant is, rengő tüzek a Dunán, pislákoló lámpácskák az égen, összefolynak egyetlen kápráztató képpé, feledhetetlen pompájú látványjá. Itt és felváltva Balatonfüreden, így folytak a költő napjai, sőt évei majdnem egyformaságban. Az élet most körülbelül egy volt, csak a regények voltak mindig mások, amiket írt. Nagyobb esemény vagy fordulat nem állt be életében. Néha egy-egy váltó óvatolás zavarta meg a fészek csendjét, majd egy kis utazást tett, vagy egy megirandó regényhez keresni hangulatot, vagy egy kis mandátumot fölvenni valahol a szép bérces hazában. Mert a József város felől, amely 1875-ben választotta meg, hidegen fújt a szél. Még ott látszott a Dorottya utcai klub homlokzatán az 1875-ös fáklyák füstje, korma. Egyszer sem eszelték azóta, és már vége van a nagy népszerűségnek. A Tiszáival együtt megcsappant a Jókaié is. Ő talán észre se vette volna, ha nincsenek rá félre érthetetlen jelek. Ezekből való volt a tanuló ifjúság ellenséges irányú tüntetése, ablakai alatt, a török barát mozgalmak kezdetén, 1876 őszén. Ez nagyon lehangolta Jókait, mert semmi egyebet nem tett, mint hogy csillapító beszédet tartott az ifjúságnak, mikor az nem akar csillapodni. Még ennél is kellemetlenebb tapasztalatok állandó forrása volt az, hogy a választó kerülete közepén lakott, és a sok bejáró elvtárstól apróra értesült napról napra, hogy ez is, az is elpártolt mellőle. Az embernek egyszerre is elég bánatot okoz a kerületét elveszteni, de látni apródonként, hogy csöpög el alóla a piedesztál, kipróbálja az idegeket. Mire az 1878-as választást kiírták, már akkorra világosan látszott a bukása, ami annyira elkedvetlenítette, hogy sehol se akar többé föllépni, és bejelentette Tiszának teljes visszavonulását a politikától. Pedig még akkor nagy becsben állott, ő volt a pártjában a kohinor. Őt rángatták minden üvé, ahol mutatni kellett kifelé. Delegációba, díszküldöttségbe, keserű dolgoknak, ezüst kanállal cukorporban való beadásához vezényelték. Ő érte versenyeztek a főispánok, akik valamely nehéz kerületből mameluk behozatalával akartak Tiszának tömjénezni. Dehogy is ereszti el a párt Jókait, hiába fenyegetőző jó poéta. A generális félrehúz valamely ablakszögletbe, egy-két nyájas szóval megveregeti a válladat. Meleg tekintete benyomódik viasz klágy szívedbe, és maradni fogsz. Ha nem hiszen, csak várni kell még, majd megjön az ideje annak is, hogy már nem marasztalnak. A József városban csak ugyan megbukott Szilágyi Dezsővel szemben 69 szavazattal, de elfogadta az örmény metropolis Erzsébet város egyhangú mandátumát, amelyért a kis ujját sem kellett mozdítani. Kár is lett volna az időszakból kortes utakon sok napot vesztegetni. Termékenysége most érje el az ember fölötti méreteket, még leírni is sok, ami tőle megjelenik. Egy másoló tönkretenni a kezét, írási görcsöket kapna. Hát még kigondolni azt a sok szép dolgot, hát még hozzáolvasni a forrásokat. Mert mind olyan művek következnek, amelyeket nem szobhat az író a kis ujjából. Hogy csak a nagyobbakat említsük, a Honban megjelent egy hírhet kalandor a 17. századból. A franciák által ostromolt Koblenzben elfogtak egy Hugó nevű tüzértisztet,
az Ehrem Brensteini Montalbert torony ütegeinek parancsnokát. E gaz fickó, mint hogy a jókai kezéből fogták el, rendkívüli módon elmés, szeretetre méltó és lebilincselő elbeszélő, azon felül úgy tud hazudni, mint egy bakancsos, törvényszék elé állítva hosszan diktálja be a protokollumba kalandjait és elkövetett gonosz tetteit, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy kibeszélje az időt, míg esetleg a franciák beveszik a várost és kiszabadítják. A bíróságban elnöklő kedélyes nagyherceg jól mulat a kalandokon, sőt a szigorú soltész is napról napra kíváncsibb. 5 hónapig húzza egy ki a tárgyalást a Seherezád és sehol nem végződő meséire emlékeztető vallomásaival. A forma kényelmes keretében szabadjára eresztheti meseszövő tündéreit jókai. És sok kedves epizód vegyül össze hihetetlen bohóságokkal, de a könyvet nem lehet letenni. Sokkal szebb ennél a névtelen vár, a titokzatos francia herceg kisasszony bájos története, a Napóleon elleni nemesi fölkeléssel a háttérben, melyben a költő atya Jókai József is részt vett. 1801-től kezdve napról napra beírta napi élményeit és az eseményeket, amelyeket hallott naplójába. E becses forrásból van merítve a regénynek egy része. Mint érdekes epizód játszik bele a múlt század egyik európai hírű csodájának, a fertő tavában élő halembernek, hanyistóknak különös szereplése. Mester Jókai annak a sok csecsebecsének és mellékalakoknak ügyes összehordásában is, melyekkel regényeit fölcicomázza. Egy-kettőre megírja a Szabadság a hó alatt című regényét 4 kötetben, s mindig följebb, még ennél is szebb az Üstökösben, 1879-ben megjelent Rabrábi. Maga se tudja talán, milyen közel volt itt ahhoz, hogy megírja hazája összes évezredes küzdelmeit egy történetben, és századokra kiható remek művet alkosson, amit a Biblia mellett kellene tartani minden magyarnak. Rábi Mátyás udvari hivatalnok, József császárnak kedves embere, aki tele van az ő liberális eszméivel, s keresztül akar törni egy pörös ügyben az alkotmányos vármegye konzervatív formáin. Pest vármegye ellen támad fel a császár vétpajzsa alatt a császár akaratával és hatalmával a háta mögött, de az összeütközésben a rövidet húzza, és Pest megye börtönébe kerül. Roppant szerencsés leleménnyel van beállítva a liberalizmus harca a konzervativizmus ellen, mely minden időben egy volt, csak különböző alakot cserélt 1000 éven át. Császár ki akarja szabadítani Rabrábit, de minden ereje megtörik a vármegye ellenállásán. A megoldás éppenséggel fönséges. A császár ostrom alá veszi a megyeházat, hogy kedvencét kiszabadítsa. A vármegye bezárja a kapukat, és halálos ítéletet mond a szegény, rokonszenves nép apostol fejére. Már mindjárt le is fejeznék, de ismét harsan kívül a kürt, s már nem a császár, de a király nevében dörömbölnek a kapun, mire megcsikordul sarkaiban, megnyílik, és kiderül a láthatár minden vonalon. Császár visszavonja pátenseit, s a király akaratának meghódolnak a magyarok. Mosolyog minden, nevet a nap, s ami nehéz ágyuk dübörgésének hallatszott a császár uralma alatt, azok daloló szekeresek, akik gabonát szállítanak, és ami hadisátoroknak tűnt fel a mezőkön, ott fehér bárányok legerésznek. Rabrábi meséjének azonban van egy mellékcselekménye is, amely itt-ott belekapcsolódik,
és együtt jár a főmesével. Olyan benyomást tesz, mint a Hartens címer egzotikus oroszlánja, melynek a hátából, oldalaiból mókusok nőnek ki. Megrontja a gondolatot, tönkreteszi a hatást, és ellenkező hangulatot kelt. Érdemes volna átdolgozni a rabrábit, ha egyszer arra méltó nagyíró vállalkoznék, illetve elválasztani hozzá nem illő részektől, hogy a regények között is legyen olyan, melyet a nemzeti érzések átfonnak glóriával, mint aminő bánkbán a színművek, a Rákóczi induló a zeneművek és a szózat a költemények között. E szédítő munkássághoz hozzá kell adni novelláit, útirajzait, apróságait, ezek magukban is két írónak szereznék meg a szorgalmas jelzőt. És gyakran van köztük irodalmi remek is, mint például az egy húszasos leány. A Petőfi Társaság kedvéért kifogyhatatlan a Petőfi reminiszcenciákban. Hogy lángol, hogy szereti, hogy dicsőíti most ezt a titánt. Egész lelkét megint Petőfi foglalja el. Jó, azt is elhiszi a saját fölajzott képzelő tehetségének, hogy él még. A csaló Manasszesz meséi megbolygatják. Aztán megint lecsügged, majd ismét remél, s keresi, váltik, keresi a rejtélyes eltűnés különböző nyitjait. Amit egyszer a fejébe vesz, az ott motoszkál szüntelen ezer alakban. Ha csigát eszik, kínálja otthon a két rózát, s azok visszautasítják, csodálkozik fölötte. Hogy lehet azt nem enni, mikor pedig Petőfi is hogy szerette? Minden szavára visszaemlékezik, mint egy szerelmes, akit halottjának árnyéka mindenütt körülleng. Mindig vele foglalkozik. Jelentéktelen apróságok jutnak eszébe, amelyekre eddig nem gondolt. Bálványimádás, ez már félig betegség. Csak neve nincs, az orvosok nem ösmerik. Költőket és írókat szokott meglepni, kik egy személlyel sokáig foglalkoznak, annak a lelkébe magukat helyezik, és ezáltal egyéniségük egy darabig amazéval olvad össze. Macaulay Morbus Boswelliánának nevezi ezt a lelki állapotot. A koszorúba, a Petőfi Társaság rövid életű lapjába többnyire Petőfi tárgyú műveket ír, még a Lantyát is előkeresi, és a Holt költő szerelme című csodásan szép és misztikus költeményben hagyja a legérdekesebb nyomát e lázra magasodott Petőfi imádásnak. De egyéb helyütt is számítanak rá. Az Ateneum nagy naptára dehogy jelenhet meg Jókai novella nélkül. Nagy Miklós se az az ember, aki kine szorítana tőle néhány közleményt évenként a vasárnapi újságnak. Addig ciripel, mint a házi tücsök, míg a hatalmas termőfa neki is megrázkódik. Pozsonyba felolvasást kérnek. Megírja a látható Istent, s május 11-én felolvassa. Nagy ünnepséggel fogadják, és örömmel töltött három egész napot. Samarjai Károlynál, bejárva a helyeket, a várat, a ligetet, ahol kisdiák korában fordul meg utolszor. Pozsonynak azonban csak a föld alatti részéről ír ezúttal egy kis cikket a Honban. A paludjai pince ragadja meg, hol a borok arisztokratái és királyai pihennek nagy hordókban, hosszú föld alatti utcákban. Iszik a szanktuáriumban, abból a tokai eszenciából, melyről azt szokta mondani Palugyai, hogy ettől a 70 éves ember is házasságra gondol. A következő hónapban Szegedre utazik. A paprikák városa Velencének álmodja magát. Ezt a szomorú álmot megy megnézni, mert egy jó témáért
Soha se rest elmenni még messzebbre sem. Minden városban van egy bratyinkója, ő szokta így nevezni, egy bizalmas majordómusza, mint a fejedelmeknek. Pozsonyban Samarjai volt, Szegeden a kis köpcös, Kemindi Nándor. Annak a társaságában járja be Ladikon, a víz borította várost és környékét. A Jókai utcától kezdve egészen a Makkos erdőig. Megdöbbenti az ár által felszaggatott temető, honnan a koporsók beúztak a városba. Bármi rendkívül is volt a látvány, a nagyköltőt nem hangolta valamely munka megírására, melyben a világrázó katasztrófát megörökítette volna. Nem ismerte jól Szegedet és eredeti népét, nem volt alkalma megmelegedni iránta. Jobban húzott szíve a maga kálvinista Debrecenéhez, és azt használta helyszínnek, az alföldi ízű szüzséihez. Mindössze néhány forgács-szerű jelentéktelen apróságot írt a honba, mint ennek a csónakázásnak az emlékeit. Szegedről hazatérve, nem sokára ismét a Vágvölgyében utazgat Samarjaival, tiszteletére fellobogózott városokon keresztül. Itt a kis Kubica főispán, az úti marsai és a Ciceróné, aki minden romról, minden öreg fáról tud neki egy regét mondani. Itt szerzi az anyagot a Páter Péter regényéhez, holott még be se végezte, s útközben is írja, hol megszáll reggelenként, mikor a háziak még alszanak, akik kétszer halnak meg című regényét. S javítja az utána küldözgetett négy kötetes Szabadság a hó alatt kefele vonatait. Azt lehetett volna jósolni, hogy a túlságos termékenység végre is megbosszulja magát. Hanem hát ez a jóslat se teljesedett volna be, mint a jóslatok nagy része. A következés megmutatta, hogy nem írta ki magát sohasem, hogy tehát e tekintetben nem ártott neki a szakadatlan tevékenység. Igaz, hogy nem is használt, mert e túlfeszített munkával sem lehetett az adósságoktól menekülni, melyek életét nem kismértékben keserítették. Az írói tiszteletdíjak, ha emelkedtek is, csak olyan mértékben, mint a megélhetési igények, s Jókai nem volt élelmes műveinek pénzügyi kiaknázásában. Sőt, később ellenkezőleg annyira szerény volt igényeiben, hogy ezzel a többi írók árait is rontotta. A lapkiadók, vállalkozók és szerkesztők, kik először fordultak hozzá, megmosolyogták a követeléseit, mert eddig a harmadrendű íróknak is többet fizettek közleményenként. Kinyílt a szemük és bezáródott a pénzes fiókjuk. Más nemű hátrányai is voltak a nagy termelésnek. A szerkezetre most már annyit sem ügyelhetett, mint eddig. Regényei, a névtelen váróta talán az egy sárga rózsát kivéve, egyre lazábbak, bár elbájoló részletekben épp oly gazdagok, mint elődjeik. Így szünet nélküli termelésnél a mesemagnak nem hagyhatott időt, hogy az a pihentetésben kiformálódjék. Pedig az utolsó fűszál életének is az eleje legalább egy darabig a termőföldben folyik, mielőtt a napfényre jönne. Csak a keleti bűvészek keresztik ki rögtön a virágmagot, hogy az csírázik, nő és nyílik néhány perc alatt. A másik hátrány az, hogy a 10-12 kötettel, melyet évenként ír, önmagának csinált konkurenciát. Az 5-6 ezer könyvvásárló, aki az országban volt, most a 10 kötet közt oszlott meg. Mindegyik megvett egyet-kettőt. Azt, amelyikről valami dicséretest hallott, vagy amelyiknek a címe vonzotta. Ám ha csak 3-4 kötet jelent meg Jókaitól évenként, azokra vetette volna rá magát az egész közönség, s a kiadó, minthogy az ő kiállítási költségei 4 kötetnél tetemesen kisebbek,
jobban fizethette volna meg, mint a tizet. Kis nemzeteknél így van ez. Az a több, ami a kevesebb. A nagy írói munkásság semmit se könnyített anyagi helyzetén. Lapjai is romlottak, jövedelmezőség dolgában is mindenképpen. Az életképek meghaltak másodszor is. Az üstökös túlélte magát, szemlátomást fogytak előfizetői, durvább hangú, merészebb szatírájú gúnylapok kiszorították az enyelegve csípkedőt a közönség vonzalmából. Tallérosi Zebulon, az igazi, hazament ővé jánykákhoz bergengóciai kastélyába meghalni. A szemtelen Lugevackert se látjuk soha többé, az igazmondó, elsatnyult és Bakcsi Ferenccel együtt eltűnt örökre. Még csak a Hon állt valahogy, de ez kormánylap volt, többé nem szerették, csak tűrték. S ha legalább magában lett volna, mert egy kormánylap mindig jó lap, ha magában van. Ám de ez alkalommal még másik lapja is volt a kormánynak. A csernyátoni ellenőrje sokkal bátrabb, elevenebb, harciasabb ennél, és egy ma már elfelejtett toll a Palásti Sándoré ragyogott és villámlott vezércikkeiben. Míg a rovás, mérgezett hegyű nyilai folytonos sebeket ütögettek az ellenzéken. A Hon szenilitásban szenvedett, és mindenki érezte, maga Jókai is, hogy a napjai meg vannak számlálva. A hanyag szerkesztés mellett legfeljebb megszokásból és kegyeletből járatták kevesen. Hasonlítván ahhoz a sztáropolei medvéhez, ki a rege szerint nem akart az omladozó barlangból elmenekülni, mert egy szép sziklarózsa fontát kiáratát. Vagy lusta volt Mackó úr, vagy nagy rózsabarát. A Hont már csak a Jókai regények éltették, de Jókait a Hon már nem éltette. Jókai anyagi zavarai gyorsan növekedtek. Eleinte kevéssé vette szívére, míg Sándor a szerkesztőségi szolga is el tudta valahogy igazítani, ő maga tréfálkozott, kedélyeskedett legjobban, eladósodott voltán. De később már, mikor neki is járni kellett az ügyvédeket, hogy halasztásokat, feloldásokat eszközöljön ki, unni kezdte a dolgot, s talán nem is azért temetkezett el olyan szüntelen munkába, hogy az adósságoktól szabaduljon, mint inkább az adósságok tudatától. Hisz a pénz becsét ő nem ismerte, a mínusz és plusz két partja nem igen izgatta, hanem hogy őt folytonosan zavarják, azt nem tűrhette. Így került bajba a Jókai ház. De azért nem kell hinni, hogy ennek valami külső látszatja is lett volna. Jókainak végre már említett gyenge írói tiszteletdíjak dacára csöppent, csurrant, mint egy 15 000 forint évi jövedelme a könyvekből, a képviselőségből és az asszony nyugdíjából. Jól beosztva, ebből egy pár ember kényelmesen megélhetett, és még valamit törleszthetett is. Csak hogy nem osztották be jól, a romló és javuló egzisztenciáknak különös pszichológiája van. Látjuk, hogy Jókaiék mindig takarékosabbak, mikor a pénzügyeik javulnak, mint mikor hanyatlanak. Harmadéve, vagy tavaly télen még törlesztettek, de az idén nem teszik. Minek, mit ér az most már? Meg tudjuk állapítani 1880-ból, hogy a torlódó adósságok ereje alatt éppen nem húzták össze igényeiket. Jókai né bevásárlásokat tett a Váci utcában, és kocsiáról egy csomag lecsúszott, melyben a becsületes megtalálóéknak szánt hírlapi értesítés szerint egy muff volt 200 forint értékben. Ugyancsak ez évben Jókai sokszor megszakította Balatonfüredi nyaralását,
Éppen az anyagi zavarok miatt, melyek untalan szükségessé tették jelenlétét, és ilyenkor az angol királynőben ebédelt. Az első húsétel után egy pohár jó vörös borhoz volt szokva. Azután tért át a kevés könnyű fehér borra. A vörös bor okáért minden alkalommal egy palack Rothschild mutont bontatott fel, melyet 7 forinttal jeleztek a számlájára, s melyet, mint egy valódi Rothschild, az egy pohár kiürítése után otthagyott. A helyzet nem volt már sokáig tartható, és annyira rosszabbodott napról napra, hogy a költő is arra az elhatározásra jutott, amire minden magyar, aki a budapesti közlöny hátulsó lapjain szokott emlegettetni, elkívánkozott a budapesti közlöny első lapjára. Fejébe vett, hogy ő neki hivatal kell. Milyen bizarr gondolat. Hát milyen hivatalt adhatnának ő neki, egy jókainak? Végig futtatta elméjét a világirodalom olyan alakjain, akiknek hivataluk volt. Sok nemzet és város adott színekurát a maga költőjének, ha tönkre jutott. Igaz, akadt olyan is, aki megtagadta. Camus nem adott Homérnak azzal az ürüggyel, hogy nem segíthet meg minden vakembert. Jókainé eleinte kinevette, hanem mikor aztán meghatározott dologgal állt elő, hogy a fiú, mely kormányzóságnál szeretne valami jövedelmező állást, az asszonynak megtetszett a terv. Végre is nem volna rossz a Móric egészségének, úgy gondolta. Kivált, mert Libertéján élt az 1880-as télen. A tenger és a napfény a két legnagyobb orvos. Milyen erős lenne megint, és milyen szép dolgokat tudna ő ott írni. Ebben a pontban az asszony mindig szívesen adta be a derekát, és most is hamar megbarátkozott a gondolattal, csak azt kötötte ki, hogy olyan hivatal legyen, amiben tovább írhassa a regényeket. Valami olyat képzeltek mind a ketten a hivatal alatt, ami hasonlítson a Karlsbadi vém fák sorsához az Alte vízén. Ilyen öreg fa derekára ráillesztenek egy vaspántot, körös-körül kampókkal, aminél fogva ruhafogas gyanánt szolgál a közönségnek, de ő maga a fa nem tud arról, és hozza a lombjait, virágait békességgel. A dolog el volt határozva, de a kivitel messze volt még. Jókai nem szeretett kérni, szerény is volt és titkolózó, belső ügyeibe valakit beavatni képtelen. Mindössze Hegedű Sándorral közölte tervét, azt is csak úgy röptiben kérdezte meg, hogy ne szóljon-e Tiszának ilyen értelemben, de Hegedűs nevetségesnek találta a tervet, és így az végképpen abba maradt. Eközben egyre súlyosbodott az anyagi helyzete. 1879-ben nagyon szorongatják a bélyeges papírosok, 1880-ban már a szükség köszönbe a legszembetűnőbb alakban, de Jókai hallgat, noha már a legszükségesebbek hiányzanak, titkolja zavarait, mint egy spanyol nemes. Jókainé még nála is kevélyebb. Még a vele egy házban lakó hegedűség se vesznek észre semmit. Ilyesmire természetesen nem is gondolnak. Végre a cselédek pletykái által lesznek figyelmesek, és ekkor lép közbe Hegedűs, és terjedelmes vallomásra bírja Jókait, aki 36 000 forintba számítja fel a legsürgősebb adósságait. Hegedűs Sándortól Tisza Kálmán tudja meg a Jókai helyzetét. Tisza Kálmán pislog és keveset szól. Ja, baj, baj. Hát bizony a pénzre vigyázni kell. Mindössze egy pár szűk, banális, hideg szava van. Ennyenó ez a Móric. Hanem a szíve annál melegebb. Éppen Bécsbe készül elutazni az éjjeli vonattal, s ha már egyszer ott áll a király előtt, a sok mindenféle jelenteni való közé, odaszúrja azt is, hogy milyen szegény az ország, s legnagyobb írója mekkora nyomorúságban van, és úgy rakja a szavakat ravaszul okosan, hogy a király elérteni vélés közbeszól,
Ezt nagyon sajnálom. Felette rokonszenves ember. Mennyi az adóssága? Úgy tudom, 36 000 forint volna az, ami a legégetőbb. Utalványozom az összeget a sajátomból, mond a király. De ne szóljon neki. Így lőn megint igazzá, hogy Ali kezei hosszúk, hogy Magyarországon ebben a korban minden nagyobb bonyodalmaknak megoldója a király, sokszor a kicsinyeknek is. Jókai csak másfél évvel később vett tudomást erről az esetről, mikor már nem ért semmit, hogy adóssága tavaly csodálatos módon leapadt, mivel hogy az adósok rendes szokása szerint nem vallotta volt be az egészet, és azóta már megint fölszaporodott. Most már csak elméleti értéke volt a király gavalléros tettének, de az csak hatványozódott szemében azáltal, hogy ilyen modorban történt, s nagy kulcsot szolgáltatott ezentúl némely tetteinek és iratainak indító okaihoz. Sajátságosan érintett a dolog. Lelke emelkedett a gondolatra, hogy a király úgy bánt vele, mint a legkedvesebb embereivel, tábornokaival, minisztereivel, ha bajba jutnak. Nem volt ez szokatlan, és mégis voltak pillanatai, amikor bántotta az eset. Mégiscsak kegyajándék az. Igaz, hogy egy királytól nem megszégyenítő. Úgy ám, de elfogadta volna Petőfi. Nagyban és egészben örömöt okozott neki a tény. Szívét megmelegítette, de voltak lelkiismeret furdalásai is. A politikai hangulatok hullámzása szerint, amint király és nemzet közeledtek vagy távolodtak. Nagyban és egészben mégis inkább bántotta életének ez az érdekes epizódja. Mert holtig titokban tudta és akarta azt tartani. Amint hogy sikerült is a könyv megjelenéséig. Sokszor játszóan legeltek rajta a gondolatai, máskor úgy érezte, hogy egy szörnyű titkot hordoz magában, és remegve nézte az arcokon, hogy sejtenek-e valamit. Amint fantáziája, így vagy amúgy hömpölygette, különböző színeket játszott előtte, az eset is, melyre még sokszor kell majd visszatérni a jövőben, időn valami kis kuruckodást szeretne elkövetni, és elé áll valamely beavatott hozzátartozója, hát nem emlékszel már, mit tett érted a király? És sokszor volt megfordítva is, ha a dolgok rezonja valamely kényes ügyben más állásfoglalást kívánt volna tőle, mint költőtől, neki jutott eszébe, hogy nem lehet. Hegedűs, aki valóságos gondviselése lett innen túl, csak hamar észrevett, hogy Jókai megint ott van, ahol volt, hogy a 36 000 forint csak egy kis lélegzetvételhez juttatta, de nem mentette meg. Most már erősebb kézzel fogott hozzá, hogy tűrhetőbb helyzetbe juttassa. Egy csomó legégetőbb váltóját kifizett a sajátjából, és azon felül bevitte az akkori idők divatja szerint egy kis közgazdasági tevékenységbe, az Adria Hajózó Társaság igazgatóságába. A magyar általános takarékpénztárba, ami körülbelül évi 8 000 forint jövedelmet jelentett. Egy szerencsés körülmény lehetővé tette, hogy a kevésbé nyomasztó terheitől is végképp megszabaduljék. A sárga ház beleesett a főváros által kisajátítandó épületek vonalaiba, és érte a fővárostól egyesség szerint 38 000 forintot kapott. Végre annyi év után megszűnt alperes lenni. Igaz, hogy házi úr sem volt már többé. Még akkor ősszel elköltözött a Kerepesi útra, de nem okulva a múltakon. Most is egy 14 szobás nagy lakásba. A sárga ház pedig ott maradt még egy darabig lakatlan szobáival, megrepedezett kapujával, hulló cserepeivel. Még végre a tótok csákány alatt eltűnik onnan egy napon,
mint egy szétfoszlott álom.